Arnold Schwarzenegger a főszereplője, az Intercom legújabb, fantasztikus látványokban bővelkedő, rejtelmesen futurista filmjének. Douglas Quaid, közönséges építőipari munkás a jövő század végének világában. Biztos munkája, kényelmesen berendezett otthona van, és gyönyörűséges szerető felesége várja, legalábbis ezt hiszi. Régóta vágyik egy marsbéli utazásra, mely könnyen és olcsón megvalósítható az elektronikus emlékmás segítségével. Ready for Dreamland? Douglas Quaid élete egy csapásra felbojdul. My name is not Quaid. Elindul a marsra, hogy kiderítse valódi énjének misztériumát. What I like about this particular korábbi filmjeimben már sokféle kellékkel voltam. Ismerem a különféle fegyvereket, de ilyen fantasztikus eszközökkel még sehol sem találkoztam, mint ebben a filmben. Igazi hátborzongató történet ez, mely egy fantasztikus álomutazásban bontakozik ki. A világszerte ismert és nagy tekintélyű holland rendező Paul Verhoeven irányította a Total Recall, az Emlékmás című film hatalmas tárgyát. 1987-ben a Robotzsaru című film, amely kasszasiker lett, már bebizonyította, hogy a rendező ért a hátborzongatóan látványos, mégis emberközeli filmek rendezéséhez. A Total Recall, az Emlékmás, izgalmas kalandfilm. Igen sok trükkel. Igazi Schwarzenegger darab. Ugyanakkor az emberi szellem természetével is foglalkozik. Azt a kérdést feszegeti, hogy mi a valóság és mi az illúzió. A film alapja Philip K. Dick fantasztikus regénye, amely az illúzió és a valóság veszedelmes útvesztőjében vezeti a nézőket hátborzongató kalandokba. How's it, thank God you're alive? Melina. Hmm? Melina, I've got to tell you something. What? I don't remember you. Verhoeven tehetséges csapatot verbuvált, melynek tagjai nagy átéléssel jelenítették meg Quaid barátainak és ellenségeinek rejtelmes figuráit. Yes. A két női főszereplő, Rachel Ticketin és Sharon Stone. Én vagyok Arnold felesége. Ez a nő marsbéli ügynök, aki beépült Quaid életébe, és meg akarja akadályozni, hogy eljusson a Marsra. Az általam játszott nő egyáltalán nem rejtélyes. Első generációs marstelepes, gerillaharcos, aki kurvának álcázza magát. Quaid legkeményebb ellenfele Richter, a megszállott marsbéli ügynök. Michael Ironside alakítása vérfagyasztó. Ez a fickó hideg, elszánt, bizonyos módon közönséges ember. Végrehajtó alkat, megszállott és eléggé önfejű. Élvezi a munkát. Az az ember, aki törölte Quaid emlékezetét, nem más, mint Cohagen, a marsbéli telepek rettegett diktátora. Ronnie Cox alakítja a gátlástalan zsarnokot, aki még az életadó levegőből is hasznot húz. Fired up, Doc. There is no limit. Korlátlan hatalma van a Marson. És ki is használja. He relishes using that power. I have a plan. A Total Recall, az Emlékmás számtalan látványos trükkjének elkészítését Paul Verhoeven rendező a DreamQuest társaság jóhírű szakembereire bízta. Az újításra mindig kész csapat már több nagy sikerű filmben dolgozott. Legutóbb a Mélységtitka című film trükkjeiért kaptak Oscar-díjat. You got a lot of nerve showing your face around here, Hauser. Look who's talking. A mars telepesek eltorzult arcát Rob Bottin, a különleges maszkok szakértője készítette el. Get ready for a surprise! He moves from the
Ebben a filmben egy perc nyugalom sincs. Akció akciót követ, kalandra kaland jön, hátborzongató szituáció után még vérfagyasztóbb helyzetekbe kerül. Total Recall. Arnold Schwarzenegger, az emlékmás.